Na, akkor üdvözlök még egyszer mindenkit. Nem tudom, van-e közöttetek olyan, aki még sose járt ilyen megbeszélésen? Szerintem, hogy a neveket elnézem, azt hiszem senki. Mindenki volt már itt. Jó. Úgyhogy a menet az lesz, hogy Anita mutat be két vagy három esetet, utána hát valami rövid elméleti dolog lesz erről, amit én integrációnak nevezek, hogy hogyan lehetne a útrangot nem csak a lineáris gondolkodás szerint használni, hanem kicsit másként is. Meg utána az a négy eset, ami fönt van az interneten, amit föltettem meg, illetve ha lesz idő rá, meg igényre, akkor még tudok több esetet is bemutatni. Úgyhogy akkor Anitáé a szó. Szervuszok! Kolozs Anitának hívnak, aki nem ismer engem. Gyulán dolgozom, és alapvetően a kórházban gyermekendokrin eseteket látok el. Úgyhogy most három olyan esetet hoztam, akit az ultrahang tanulás óta én próbáltam videófelvételre rögzíteni, és majd fogjátok látni, hogy anélkül bárki mutatnék ezzel, Tamás alatt beszéltük, hogy ami nekem nehézség az, hogy az én ultrahang éppen retrospektív felvétel tud készíteni, tehát a felvétel előtti 15 másodperc az, amit rögzít, úgyhogy emiatt lehet, hogy nem látjátok 15 másodpercig a felvételt, nem egy kicsit rövidebbet, úgyhogy ezt mindenkinek gyakorolnunk kell. Az első esetet akkor próbálom mutatni, és rögtön a Tamás videó felvételével kezdeném. Annyit jelezzetek már vissza, légy szíves, hogy láttátok most, amit megosztottam? Még nem. Ahó. Még nem látjuk. Na, és miért nem? Tehát a te videó felvételed elejét azt nem lehet látni? Nem, mert valami megosztás még nem sikerült. Na most már megy. Most már jó. Látni, mert pont... Pont én nem látom, bocsánat. Mi már látjuk? Szeretném elindítani, csak nem tudom. Most is látható? Igen, és tedd már ki nagy ablakba, tudod, jobb alsó sarokba az a nagy... Az úgy. Igen, és akkor, bocsánat, még egyet kéne csinálni, arra a társa gombra menjél már rá, és ott a beállításnál állítsd már be 1080-ra. Nem automatikusra, hanem ott 1080-ra a legjobbra. Jó, oké. Jó, tehát 21 éves betegről van szó, aki 2012 óta áll autoimmun tireoiditis, illetve strumanodúza miatt endokrin gondozás alatt. Mi 3 éve ismertem meg Barbarát, akkor már jól tapintható stigmája volt, és ez neki különösebb panaszt nem okozott. 3 évvel ezelőtt mi ultrahang felvételen már leírják ezeket a köböket, amelyek 2012 óta, még egyszer lejátszom, váltak ismerté. A jobb lebeny nagy részét kitöltik ezek a izoehogén köbök, amelyek összességében 24x28x42 mm-esek, különállva 6 és 23 mm-es köbök láthatók, és a bal lebenyben is több köb ábrázolódik, amely némelyik vagy el a környezetétől. Ebből a legnagyobb a bal lebenyben 21x13x27 mm-es, és több helyen degenerációra utaló behomentes területeket lehet látni. Én 2018-ban ezt az ultrahang képet vagy leírást látva küldtem el Tamáshoz a Barbarát, és történt is nála egy biopsziás mintavétel, mely majd mintás nem igazolt,
és további observációt beszéltünk meg. Próbálom. Javasoltam Barbarának azt, hogy tekintettel arra, hogy ez egy megnagyobbodott bajzsmirigy, aminek a nagy részét ugye gömök töltik, ilyen nehezetben is követhető ebben változás, hogy mi tetessünk neki, amit neki is, és én javasoltam ezt, hogy egy lobektómiája legyen oldalon, de igazából ezt nem igazán akarják elfogadni, és és azóta fél évente, illetve évente követjük az ő ultrahang képét, és gyakorlatilag ez egy héttel ezelőtt készült ultrahangkép, amely hát lényeges változás nem mutat a gömbök tekintetében, de összességében már mindkét lebenye mellkas bemenetéért, és ezek a gömbök is az évek során körülbelül egy, amit tanultunk, és ezek növekedhetnek egy 10%-kal, ilyen progressziót mutatnak. Bocsánat, amit ha nem látjuk az új képeket, ha meg akartad osztani, nem látjuk őket. Akkor bocsánat, próbálom akkor újra, elnézést. Nem szeretném megosztani, amit én szeretnék. Jó, hogy tegnap is gyakoroltam és működött, úgyhogy bocsi, de itt most ez nem akarja, amit én. Próbálom még egyszer. Így látható. Nem. Még nem. Folyamatosan azt tekeri ezt a tartalom megosztását, de nem aktív a gomb. Most. Esetleg. Nem látjuk. De hát végül is az esetből annyi a lényeg, hogy nőtt a gömb, tovább nőtt. Gyakorlatilag ez egy klinikai probléma, ugye, tehát nem onkológiai probléma, hanem hogy lehet rávenni egy, lehet nem is a lányzót, hanem a szüleit arra, hogy megműtessék, ha jól értem, ugye? Igen, és hogyha tettek, mi a véleményetek tulajdonképpen, ami minden alkalommal, amellett persze ellenőrizzük a pajzsmirigy funkcióját, 25 mikrogram eltiroxin pótlással jól van, hogy hát mennyire legyünk most tényleg 21 évesen ezzel kapcsolatban erőszakosak, hogy de igenis rábeszéljem, hogy ez a műtét az én véleményem szerint fontos lenne mondjuk egy teherbeesés előtt talán. Én így érzem, és ezzel kapcsolatban várnám a véleményeteket. Illetve Tamást kérdeztem arról, hogy ő melyik gömböt szúrta meg. Igazából itt van elég jogosultsága annak a szintigráfiának, amit a múltkor kérdezett, nem tudom ki valamelyikőtök, hogy érdemes-e ugye technécium vagy akár nyugdíj szintigráfiát végezni, hogy gyanús gömb esetén akkor, hogyha az mutatja, akkor azt a területet próbáljuk meg megszúrni. Ezzel kapcsolatban, hogyha Tamás elmondanád, amit nekem mondtál, akkor az szerintem az is tanulságos lenne. Oké, csak akkor vissza. Hallasz? Mindjárt. Halló, csak próbáltam volna elindítani még egyszer ezt a videót, el is indítom még egyszer, hogy a
tehát a 2018-as, amit az előbb az Anita megosztott. Én azt gondolom, hogy azért ilyen útrankép mellett annak a valószínűség, hogy ebben rossz hatóság van, az rettentő kicsi. Hogy, hát őszintén szóval, ugye tiraszt alapján 2 centén nagyobb gövöt meg kell szúrni, hát ebben lehet, hogy volt több is. Én azt gondolom, hogy ezt szúrtam meg, mert ez volt a legnagyobb. Tehát nem láttam benne olyat, ami külön gyanús lenne. Itt fölmerült, ugye múltkor is, meg Anitával is beszéltük, a MIBI-nek a szerepe, a MIBI szintigráfiának. Hát mondjuk itt, ha megállítom, ugye nekem a szintigráfiával az a gondom, hogy mondjuk ez egy kb. 12 méteres gömb, most csak véletlenül itt megállítottam. Ugye amikor szintigráfián nézünk, akkor ennek az egész vastagságnak az átlagos izotóp felvétele jelenik meg egy izotóp vizsgálat során. Tehát ha megnézzük, hogy ennek körülbelül az egy harmadát jelenti ez a göb, és 2/3 jelenti a göbön kívüli állomány. Tehát mondjuk ilyen méretű göbnél az izotóp azt gondolom, hogy hát viszonylag korlátozottabban fog tudni kimutatni felvételbe egy különbséget. Nem tudom, a MIBI-nél kérdezem, nekem semmilyen tapasztalatom nincs, amivel leszámít, hogy párszor kértem, aki csinálja a MIBI-t közületek, vagy gyakrabban kéri, hogy egy ilyen göbnél van esély, most felejtsük el, hogy ez nyilván egy undatú göb. De van esély egy ilyennél, hogy a MIBI különbséget fog kimutatni a környezethez képest? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy itt ilyenkor a szintigráfia, én azért szoktam megcsinálni, hogy hátra mutatkozik egy hideg göb, a lelkemet megnyugtatja, hogyha van egy nagy, mondjuk a jobb oldalon van, ott megszúrom a véhetően a hidegnek megfelelő területről, az a sok gömb közül valamelyiket, de inkább csak az ember a lelkét nyugtatja meg vele, tehát más nem. Tehát, és a MIBI sem fog ebben segíteni egyébként. Ahogy te is van, egy szummációs képet fog adni, nyilván ahhoz, hogy egy ilyen legyen, ahhoz most FECT-CT-t kéne, hogy ez alapján a göböket esetleg differenciálni lehessen, tehát nem fogunk FECT-CT-t csinálni göbös túma miatt. Tehát érted, FECT-CT-ben lehetne differenciálni, mert az rétegfelvételt ad, tehát nyilván ez nem fog megtörténni. Más vélemény ezzel kapcsolatban, már izotóp szerep, hogy győzzük meg a beteget arról, hogy jót akarunk vele tenni? Ha szabad még egyet hozzátok, ilyen beteg sok van. Tehát, hogy sok göbe van, az az érzés, hogy növekednek a göbök számszerűleg is, méretükben is, ezzel valamit kéne kezdeni. Igazából azt tudom mondani, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyenkor az van, hogyha csinálunk egy, vagy az fogja meggyőzni a beteget, hogy ha trahalléssel, röntgen vizsgálatban, befelé növős ma van, és akkor lehet rábeszélni, azt mondva, hogy előbb-utóbb erre sor fog kerülni erre a műtétre, csak akkor már jóval idősebb lesz, és jóval nagyobb lesz a rizikója. Én ezt szoktam mondani, mert ez a természete ennek, biztos, hogy növekedni fognak. Mind a struma mérete, göbök mérete, érdemesebb előbb elvégezni. Tehát nem kell erőltetni egyébként. Ha nem akarja, nem akarja. Köszönöm. Jó, akkor ha mutatod annyit a második esetet, akkor mehetünk tovább.